Évszázadokkal ezelőtt komoly tudás kellett a tűzrakáshoz. Akkoriban még nem voltak kémények a házakon, ezért nagyon kellett vigyázni arra, hogy még véletlenül se kerüljön nedves fa tűzre, attól ugyanis az egész lakás füstelt elítetté vált. A rossz fát tesz a tűzre szólás mára annyit módosult, hogyha valaki valamiféle kisebb csínt követel, annak nem csak ő maga, hanem közvetlen környezete is kárát látja. Tanácsos minden évben fűtési szezon előtt átnézetni a tüzelőfűtő berendezéseinket, illetve ugye a tüzelőfűtő berendezéshez csatlakoztatott égés termék elvezetőnket szintén tanácsos megnézetni. Ha ezt megtesszük, akkor nyilván ebből adódóan semmiféle olyan probléma nem nagyon lehet, amivel nem tudunk számolni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy annyival könnyebb a helyzet, hogy például a kéményünket, az égéstermék elvezetőnket a gázos berendezéseknél ugye két évente ajánlott és jogszabály szerint előírt megcsináltatni. A Hungary Projekt nevű kezdeményezésnek éppen ez az egyik mottója, hogy ne tégy rossz fát a tűzre. Mai nap folyamán a Life Integrált Hungary Projekt keretein belül a Macsai képviseletében Henselman Imre és a helyi katasztrófa védelmi kirendeltségtől Kovács Zoltán János tűzoltó százados fog tartani egy előadást a hatékony és környezetkímélő szilárd fatüzelésről, illetve a Hungary Projekt karcagi képviseletében pedig szeretnénk informálni a lakosságot az eddig elért eredményeinkről, és hogy a közeljövőben milyen formában találkozhatnak a projekt itt a városban. A levegő minőség javításának egyik formája a hatékony fatüzelés. A Hungary Projekt rendezvényen erről is hallhattak tájékoztatót az érdeklődők, ugyanakkor a környezetvédelmi, valamint katasztrófavédelmi szakemberek a karcagi nagy rendezvényeken is jelen vannak, hogy a gyerekek szemléletformálását elősegítsék, mert ugyan a szén és a fa még jó ideig az egyik legfontosabb lakossági fűtőanyag lesz, egyáltalán nem mindegy, hogy ezek elégetésével mennyi káros anyag kerül a környezetbe.